A soron kívüli ülés tárgya volt, hogy a terület és település fejlesztési operatív program keretében Karcagváros 2. számú öblözetének, az úgynevezett katolikus városrésznek csapadékvíz elvezetésére az önkormányzat 799.999.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat lezárásához és a kivitelezési szerződés megkötéséhez szükséges 9.832.889 forint önerő kiegészítés, melyet a testület egyhangulag megszavazott. A munkaterv szerinti ülésen egyperces néma felállással tisztelegtek a jelenlévők a kulák üldözés idején tönkretett magyar gazdák emléke előtt. Köszöntötte a testület Klászné Nagy Judit Máriát, a karcagi járásügyészség ügyészségi írnokát, akit az ügyészség emléknapja alkalmából tartott ünnepségen dr. Burka István Tibor vármegyei főügyész eredményes munkáért oklevélben részesített. A Millió lépés az iskoládért kihívást sikeresen teljesítette a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda, a Karcagi Arany János Általános Iskola, valamint a Karcagi Szakképzési Centrum, Varó István Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium, ahol a résztvevők legalább 5-ször teljesítették az országos kék kör távját. Sikeresen teljesítő iskolák részére intézményenként 300 ezer forintos sportszertámogatás adományozott, amit az intézményvezetők Kovács Miklósné, Földváriné, Simon Ilona, Szentesi Nénánási Tünde, Facsar András, Szepesi Tibor polgármestertől vettek át. A Karcagvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását megtárgyalták és egyhangulag megszavazták a képviselők. Karcagon 2017 óta működik közterületi térfigyelő kamerarendszer, ami a város közbiztonságát nagy mértékben növeli. A kamerák számának növekedése miatt módosítani kellett a vonatkozó rendeletet. A személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2021-es önkormányzati rendelet korrigálása is szükségessé vált, amely rendeletet a Covid világjárvány ideje alatt nem lehetett módosítani, de az intézmény biztonságos működése érdekében, valamint a beszerzési árak emelkedése miatt egy 15%-os díjemelést kell eszközölni. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatát, illetve a Városi Önkormányzat Városgondnoksága, a Madarász Imre Egyesített Óvoda, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, valamint a Györfi István Nagykun Múzeum alapító okiratát jogszabályi változás miatt módosítani szükséges. A rövid időtartalmú közfoglalkoztatás kormányzati funkció törlésre került. A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete által alapított alapítványok, illetve közalapítványok 2022. évről szóló beszámolói és közhasznúsági jelentései, valamint a TRV ZRT Karcagvárosban végzett víziközműveket érintő 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót is tárgyalásra és elfogadásra került. A karcagi többcélú kistérségi társulásnál történt személyváltozás következtében a feladat ellátás átszervezésére, átcsoportosítására van szükség, ami miatt a karcagi polgármesteri hivatal alapító okiratát, illetve szervezeti és működési szabályzatát módosítani kellett. 2013-ban hozta létre a Karcagvárosi Önkormányzat a települési értéktárat és az azt gondozó Karcagi Értéktárbizottságot, amely jelenleg 5 fővel működik. A növekvő feladatok miatt szükségessé vált a bizottság bővítése, mely 2 fővel, Nagy Emese és Éliás János gyarapodott. A gyermek étkeztetés biztosítása érdekében kötött ellátási szerződések ez év június 30-áig érvényesek, melyek meghosszabbításra kerültek 2025. június 30-áig. Az önkormányzat 2022-ben benyújtott pályázatainak megvalósítási helyszínei is módosításra kerültek. A következő útszakaszok felújítása fog megvalósulni a támogatásból. Az Ady Endre utca, Szent István Sugár út és Kazinci utca közötti szakasza, valamint a Deák körút, Kisújszállási út és Lilium út közötti szakasza. A Karcag belterület 539/3-as helyrajzi számú, a Vágóhíd utcán található önkormányzat
önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület Jász-Nagykun Szolnok vármegyei önkormányzat részére történő értékesítéséről is egyhangulag döntött a testület. A 19-től 23. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták.